Konterhelt arcok a szabadkai városi tanácsülésén, nem indokolatlanul. Komoly dolgokról kellett ugyanis határozniuk a képviselőknek. Aszály és fagykár, a kóborállatok számának csökkentése a városban. Ez csak néhány abból a 9 pontból, amelyről határozniuk kellett a tagoknak. Ennek ellenére vita nélkül zajlott az ülés. Több mezőgazdaságot érintő kérdésről döntöttek a képviselők. Elfogadták a kárfeltáró bizottság gyümölcsösökben történt fagykára vonatkozó értékelését. Osztrogonács Simon, a Városi Tanács mezőgazdasággal megbízott tagja kiemelte, a tavaszi fagykár az alma ültetvényeket érintette a legnagyobb mértékben, 60-80%-osak a károk. Szerinte fontos, hogy a Városi Tanács elfogadta ezt a javaslatot. Ez azért fontos nekünk, hogy elfogadták, hogy továbbítani tudjuk a köztársaság és a tartományi kormány felé ezt a jelentést, mivel itt egy akkora összegű kárról van szó, amivel a Szabadka város nem igazán tud mit kezdeni, ez körülbelül 10 millió euróról van szó, ami csak a gyümölcsösökbe. Ezek a károk, tehát szeretném hangsúlyozni, még a tavaszi fagy következtek be. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ennek nem mai dátummal kellett volna elfogadtatásra kerülni, hanem valamikor ott május-júniusban. Arról szintén döntöttek, hogy a városi költségvetésből is segítik a mezőgazdasági termelőket. Az aszálykár miatt ugyanis hatalmas terméskiesésre számíthatnak idén a gazdák. A homokos területeken a szárazság szinte 100%-ban megsemmisítette a kukoricát. A becsült kár 6 milliárd 300 millió dinár értékű. Mirko Osztrogonács, a Városi Mezőgazdasági Hivatal vezetője kiemelte, a város összesen 200 ezer eurót különített el kedvezményes hitelek odaítélésére. Az érintettek az újratermelési eszközök beszerzésére pályázhatnak. A képviselők az elfogadott napirendi pontokat továbbítják a városi képviselőtestületnek, amely jövő csütörtökön ülésezik.